mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Reggelt, nagyon szép napot kívánok ma is mindannyiótoknak. Ez itt a Calvin Rádió a szeretet hullámhosszán 2024. szeptember 12-én csütörtökön. Hallgassuk meg együtt Isten szent igéjét elcsendesedve. Jónás könyve első részének 13-tól 16. versig terjedő szakaszából így. Az emberek azonban megpróbáltak kievezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz: Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér. Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe. A tenger pedig lecsendesedett. Ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt, áldozatot mutattak be, és fogadalmat tettek az Úrnak. Ámen. Kedves barátaim, milyen hatalmas a mi Istenünk szeretete. A hatalmas itt azt jelenti, hogy mindenkire hatni tud, mindenkire hatással van. Még az idegenekre is hatással van, hiszen azt olvastuk a korábbi igeversekben, hogy azon a hajón, amelyen Jónás is utazott, mindenféle vallású és kulturájú emberek utaztak, akik mikor bajba kerültek, akkor mindenki a maga istenéhez imádkozott. Mégis abban a pillanatban, amikor Jónás barátunk őszintén elmondta nekik az igazat, azt, hogy ő valójában szökésben van, és hogy az Isten elől menekül, és nagyon sajnálja a bajba sodródott utasokat, akkor utitársai nem gerjedtek haragra, nem cselekedtek meggondolatlanul, hanem a szívük legmélyéről előhozták a jóságot és irgalmasságot. Ők nem akarták Jónás halálát, hanem szerettek volna kikötni valahol, hogy Jónást biztonságban partra tegyék, de ez nem sikerült. Azért sem, mert messze volt még a part. És azért sem, mert a tengeren egyre nagyobb lett a vihar. De legalább megpróbálták. Aztán belátták, hogy nincs más megoldás. Jónást bele kell dobni a tengerbe. Mert most ő a legnehezebb ember a hajón. Hiszen ő cipeli a legsúlyosabb terhet, a legsúlyosabb bűnt. Mielőtt azonban vízbe vetnék, imádkoznak. Méghozzá Jónás istenéhez imádkoznak. Azt kérik, hogy az Úr bocsássa meg vétküket. Azután pedig maguk is leborulnak az ég és a föld alkotója előtt. Ebből tudjuk, kedves barátaim, hogy az Úr még a rosszat is jóra fordította, hogy Jónás meneküléséből, rossz hajóra szállásából az következett, hogy az idegenek is megismerték Jónás istenét, az egek urát. Jónás elhagyta a hajót, amin persze semmi keresnivalója nem volt, de maga mögött hagyta az áldást. Akkora áldást hagy maga után a tengerbe vetett Jónás, hogy még mi is részesülünk belőle. Mert a mi szívünk is tele lesz kérdésekkel, hogy kicsoda az az Úr, aki vihart ébreszt és szelet csendesít.
aki minket is kérdezővé tesz, és megadja a választ. Kicsoda az az Úr, akinek nem csak Jónásra van gondja, hanem egy idegen hajó utasaira is. Kicsoda az az Úr, aki nem csak Ninive város lakóit akarja megmenteni a biztos pusztulástól, hanem a mi életünket is. Mennyi kérdés? Kérdező szívünk pedig egy bibliai igével válaszol. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Legyen szép napotok, áldás, békesség!